Az új kerékpárúttal ismerkedtek a bringások. Népszerű a nyári úszásoktatás, villanyóra diktálás. Európai ezüstérmes a karcagi kötődésű Bécsei Marcell. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 9-én 18 óra 5 perckor. Az Ismerd meg az új kerékpárutat, tekerj a biztonságodért címmel hirdettek kerékpáros bejárást a Bringa Akadémia és az önkormányzat. Mint Nagy Zoltán a Bringa Akadémia képviseletében elmondta, az indulóknak 5 ellenőrző pontot kell felkeresniük, ahol különböző kerékpáros ügyességi feladatokat kaptak a szervezőktől. Ennek a lényege, hogy ugye Karcagon épültek kerékpáros utak, mindenkinek a nagy örömére, de leginkább a kerékpárosokéra, de szerintem ennek az autósok is örülnek, hiszen a kerékpárosokra kevésbé kell annyira figyelni, és ezt nagyon idézőjelben mondom, hogy kevésbé kell figyelni. A lényeg az, hogy szeretnénk a lakosság körében ezt a megépült kerékpárutat népszerűsíteni. Jelenleg 5 állomással készültünk ezen a napon, vannak ügyességi pályák, pumpapályák, kresszoktatásra kijelölt helyek. Fontosnak tartom azt, hogy a szülők már kisgyerekkorban, már otthon elkezdjék a biztonságos közlekedésre való oktatást, mert sajnos jelenleg a közoktatásban ennél itt egy picit kicsi a szerep ennek a területnek, úgyhogy nem árt, hogyha felkészítjük a gyereket, hogy mi az a jobbkész szabály, mi az az elsőbbségadás kötelező, tehát a teljesen alapoktatást, hogyha már megkezdik a szülők, akkor mi már egy valamilyen szinten segítségül tudjuk venni ezeket a képességeket, mert van mire építeni. Polgármester úr most elmondta nekem, hogy tényleg szinte minden családban van kerékpár, minden háztartásban van kerékpár, és ami engem igazán meglepett, mi Budapestről jöttünk, hogy ezeket a kerékpárokat mindenki használja is. Tehát ez egy óriási eredmény szerintem a mai világban, főleg ami történik körülöttünk a különböző energiárak elszabadulása, szerintem a jövő az mindenképpen a kerékpározás felé mutat. A nap célja egyrészt a családok körében a kerékpározás népszerűsítése volt, másrészt a megváltozott forgalmi rendek megismerése, a kialakított kerékpárutak, kerékpársávokon a szabályos és biztonságos használat elsajátítása. A gyerekeknek kell elsősorban megtanulni, hiszen feltételezzük azt, hogy a felnőttek már valamilyen szinten ismerik a kreszt, és ezt azért kiemelném, hogyha valaki kimegy a közútra, akkor alapfeltétel az, hogy a kreszt azt ismerje. Tehát tudnunk kell, mik a táblák, mit jelentenek, mik az elsőbbségadási kötelezettségek. Tehát ezek a napok, én azt gondolom, inkább a gyerekekről szólnak, hogy lássák, hogy kerékpárra igenis lehet biztonságosan közlekedni, merjenek közlekedni, és ami még ennél is fontosabb, hogy a szülők elmerjék engedni őket otthonról kerékpárra, és biztosak legyenek abban, hogy a gyermekük biztonságban, egészségben haza is érkezik. A szakember arra kéri a közlekedőket, figyeljék a kihelyezett kreszttáblákat, és még iskola kezdés előtt a gyerekekkel is menjenek végig a szülők a megváltozott útszakaszokon, hiszen van olyan útszakasz, ahol kerékpársávokat alakítottak ki, és nem teljes kerékpárút épült. Ez mindig egy kompromisszum, egy ilyen kerékpársávnak a felfestése. Ugye, mert ha megnézzük, akkor valahol a kerékpársáv teljesen elkülönülten megy az útes mellett, de valahol kénytelenek vagyunk felfesteni, vagy az önkormányzat, vagy aki ezt készíti, felfesteni az úttestre. Arra az úttestre felfestenek kerékpársávot, ahol az autósok mellette 10 centivel vagy 5 centivel közlekednek. És itt megint az autósok felelősségét emelném ki, hogy a kerékpárosokat ne 5 centire, ne 1 centire kerüljük ki, hanem másfél méterre. Ugye volt nekünk egy ilyen kampányunk, hogy ugye másfél méterre kerüljük a kerékpárost, és ez tényleg nem mindegy, hogy 5 centire, mert akkor nagyon könnyen el lehet sodorni egy kisebb gyereket, aki megijed, vagy tényleg biztonságosan másfél méterre. Tehát itt ez lenne a fontos. Az ezen való közlekedésnek is megvannak a kerékpáros és autós szabályai, például a másfél méteres távtartás a biciklisek elhaladása mellett, amit még a szünetben nem árt begyakorolni. Az autósokat is arra kéri a szakember, hogy nem megszokásból vezessenek, hiszen több útszakaszon rájuk vonatkozó új táblákat is kihelyeztek a kerékpárosok védelmében. A nyári szünetben a KSE úszó szakosztály edzései mellett gyerekek úszás oktatását végzi évtizedek óta az Akászliget gyógy- és strandfürdőben Kun László és Keserű Sándor úszóedzők.
A legkisebbek az óvodások, de vannak idősebb, már iskolás gyermekek is a tanfolyamokon. A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdenek, és folyamatosan jutnak el az úszás alapokig, a vízbiztonságig. A nyár az nagyon jól telik munkával, olyan munkával, amit szívesen végzünk, hiszen kéthetes turnusokba tartjuk a gyerekeknek az úszásoktatást, és minden nap tartogatnak nekünk meglepetést, ami minket pozitívan épít, és adja az erőt, hogy kitartsunk az úszásoktatás végéig. Nagyon érdekes dolgokat ugye tapasztalunk még a mai napig, hiszen én 20 éve tartom a Karcagon az úszásoktatást, kollégám meg nagyon sok éve, de még mindig jönnek elő olyan dolgok, amikre nem voltunk felkészülve, vagy még nem láttuk így a gyerekek munkája során, és próbálunk rá megoldást találni. Gyakorlatilag a legnagyobb elégedettség mindig az utolsó foglalkozásunk az nyitott távon téve a szülők felé, nagyszülők felé, és hát vannak olyan gyerekek, akik nem mertek még a zuhany alatt se hajat mosni, vagy nem mernek itt zuhanyozni. Most sikerült őket belevarázsolnunk a vízbe, és a szülői, nagyszülői elégedettség szintén erőt ad nekünk a további munkához, hogy kitartóak legyünk. Általában a reggeli csoportok az inkább a kezdő, úgy kezdő, hogy van egy nagy testvér, bejöhet a kicsi, és most a kicsik voltak igazából többségben. Haladó csoportunk is van, tehát erősen próbálunk differenciálni a csoportok között is, hogy valakinek az első héten ugye teljesen új feladatokat kell adnunk, vagy újra kell kezdeni, mert elfelejtette, vagy a víziszony, vagy a félelem ugye ott van. Viszont valaki az első, második hossz után emlékszik minden dologra, nekik megépítő jelleggel, vagy más úszásnemet találunk, és akkor gyakoroljuk, vagy tanulunk újat, vagy pedig erősítő jellegű feladatokat kapnak a gyerekek. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. A nagyobb gyerekeknél van, aki csak felfrissíti úszó tudását, mondta Kun László, aki reméli, az úszó szakosztálynak is lesznek majd versenyei. Idén a megyei bajnokságot tartották Karcagon. A szakember véleménye szerint inkább a tömegsport irányába megy el városunkban az úszás, ami nem baj, hiszen az a lényeg, hogy mozogjanak a gyerekek. Kötöttek voltak a lehetőségek, viszont aminek nagyon örültünk, hogy a megyei úszódiák olimpia Karcagon volt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az első korcsoporttól a hatodikig, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy az óvodás kortól, idősebb óvodások, inkább első osztályosoktól a középiskola végzős tanulóig itt kisvárosunkba jöttek versenyezni az úszás sportágban. Többi úszó versenyet, ugye átalakuláson keresztül van most itt az úszás is a megyébe, de vannak lehetőségek. Nálunk inkább a tömegsport jelleg az, ami vonza most a gyerekeket, szülőket. Tehát a kihíváshoz azért csak érezzük mi is, hogy többet kellene tenni, de viszont olyan jó kis csoport alakult ki, hogy már most ragaszkodnak egymáshoz a gyerekek, meg várják, meg a szülői segítséggel. Ha én nem érek rá, akkor én viszem a te gyerkőcödet, és fordítva. Tehát ez most egy ilyen jó kis csoport, családias csoport alakult ki, amit nagyon szeretünk, meg örülünk neki. A kéthetes úszó tanfolyamok utolsó napján már a szülők is bemehetnek az órákra, és megnézhetik a gyermekeiket, mint egy kis vizsgán. Hogy tanultak megúszni? Utolsó nap mindenki izgul. Én úgy gondolom, a szülő is, hogy jaj, a gyerekem ugye mit produkált, mi is izgulunk, hogy mi megfelelünk-e a szülők elvárásának. A gyerekek meg izgulnak, hát ők mindig azt hiszik, hogy vizsga, nem, ez egy tényleg egy nyílt foglalkozás a gyerekek munkáját ugye bemutatva, meg hogy tudtunk együtt dolgozni. Jól tudunk együtt dolgozni, tehát bizonyítja, én már úgy mondom, hogy évről évre. Az augusztus 1-i árváltozáshoz kapcsolódóan minden érintett ügyfelének lehetőséget biztosít az MVM a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítja.
Az augusztus 1-i árváltozáshoz kapcsolódóan minden érintett ügyfélnek lehetőséget biztosít az MVM a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítja. A villamos művek online formában is fogadja a bejelentéseket. A társaság ugyanakkor közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli bediktálás nem kötelező. A kormány által meghatározott havi 210 kWh alatt fogyasztóknak, vagyis a kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a rendkívüli időszakban. Vezetékes telefonról a 0680 82 81 80-as számon lehet bediktálni az órállást, mobiltelefonról pedig a 0662 565 780-as számot kell hívni. Bár többen jelezték, hogy a túlterhelés miatt gyakran akadozik az online és a telefonos ügyintézés is. Június 20-26 között került megrendezésre Poznánban a junior uszonyos úszó Európa-bajnokság, ahonnan a karcagi kötődésű Décsei Marcel is éremmel tért haza. Marcel a 4x200 méteres fiú felszíni váltó tagjaként szerzett ezüstérmet. Köszöntöm nézőket, az Akácsiget fürdőben vagyunk, és Décsei Marcellel beszélgetünk, egy fiatal emberrel, akinek vannak karcagi kötődései, de nem karcagiként ért el most nemrég sikereket. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan is tudjuk betájolni a családodat, mit kell tudni a családod karcagi részéről. Hát én Kecskeméten születtem, de viszont az apukám és anyukám és egyben az összes nagyszülőm is karcagi. Nagyon szeretek ide járni, meg ugye apa is itt lakik, és igen, nagyon szeretek ide járni a nagyszülőkhöz. A nagyszülőkről azért áruljuk el, hogy a Kalocsai Lászlóról beszélünk. Adódik a kérdés, hogy a papa kivitte téged horgászni gyerekkorodban, tehát megszerettette veled ezt az ő általa üzött sportot. Igen, nagyon szeretek vele horgászni, meg még mostanában is visz minket. Ki a téglagyárítóra, meg ide-oda a Tiszához is. És milyen sikerek voltak? Mekkora halat fogtál? Tudod, szokták mutatni, hogy ekkora, de körülbelül mekkora halat fogtál? Vagy inkább csak azért vagy kint, hogy a természetben legyél és a papával? Hát igen, leginkább azért vagyok kint, hogy a természetben és a papával legyek. Nem szoktam ilyen nagy halakra pecázni, mert arra sokat kell várni, és én nem szeretek sokat várni. Hogyan jött a sport az életedbe? Igazából előtte úsztam az 7 évet, és 3 éve kezdtem ezt az egész búvárúszást. Az úgy történt, hogy a régi edzőm, aki még annó 5 éves koromban oktatott, összetalálkoztunk vele a városba, és akkor mondta, hogy menjek már búvárúszni, mert ő most azt csinálja. És akkor lenéztem az egyik edzésre, az nagyon megtetszett, és akkor így ott ragadtam. De mi vonzott? Tehát mondtad, hogy ott ragadtál, de mi tetszett meg benne? Hiszen úszás az... abban is lehet sikeres az ember, de a búvárúszás egy fiatal gyereket miért érdekli? Ugye a búvárúszásban uszonyba úszunk, ezáltal sokkal gyorsabbak vagyunk, és én szeretek sokkal gyorsabb lenni. És inkább úszok uszonyba gyorsan, mint mezítláb lassabban. Akkor beszéljünk arról, hogy amikor suliba vagy, akkor milyen egy heted? Ugye versenyünk után mindig kapunk pihenőt, de amikor suliba vagyok, meg így készülünk a nagyobb versenyekre, például országos bajnokságokra, meg nemzetközi versenyekre, heti 10 edzésem van, suli előtt reggel 6-ra járok, délután pedig 2-2 és fél órás edzések vannak. Reggel meg másfél órások. Mesélj egy picit előre az Európa-bajnokságról, amelyen most indultál. Hát igazából 6 napig tartott, repülővel mentünk, életemben először repültem. A 6 napból 2 nap volt még az ottani felkészülés, meg úgy unblock minden, és a maradék 4 nap volt a verseny. Indultam összesen 6 darab számból, abból a 4x100-as felszíni váltón lettünk harmadikak, és a 4x200-as felszíni váltón lettünk másodikak. Hol volt ez a verseny pontosan? Lengyelországban volt, Poznanban. Milyen érzés volt egyáltalán oda kimenni? Ez volt az első nagy versenyed, úgy tudom, hogy nem a saját kategóriádban versenyeztél, hanem egyel feljebb. Igazából nagyon izgultam, de egyben nagyon örültem, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen ez a nemzetközi mezőny, és hogy hát, hogy hol vannak a szintek, hogy hova kell fejlődnöm még 1-2 év múlva. És mit éreztél, amikor elindultál, bementél a medencébe, csak arra koncentráltál, és figyelted a többieket, vagy csak saját magadat? Igazából mindig izgulok versenyszám előtt, de miután beugrok, elmúlik, és úgy hát mindent kizárok a fejemből, meg néha-néha átnézek a másik pályára, hogy hol tartanak, de
összességében csak magamra koncentrálok. Itt említetted, hogy váltó versenyben is voltál, akkor viszont a csapattársakra is figyelni kell. Ilyenkor ezt hogy lehet? Előtte készültök? Mennyit? Vagy egyáltalán hogy állt össze ez a csapat? Ugye ők is, ők már junior válogatottak voltak, már ezelőtt 2 évvel is. És hát lényegében nem kell nagyon készülni, csak a reggeli bemelegítésnél gyakoroltunk pár fejest meg a váltást, hogy úgy összhangba legyünk. Mi az, amiben erősítened kell? Igazából a fejesemet kell kijavítani, mert mindig később bugrok be, de hát úgymond nem jó a reakcióidőm, és az edzőm is azt mondta, hogy ha ezt kijavítjuk, akkor hát igen, elég jó lesz, és sikereket tudok én is elérni egyén számokba. Mondjuk elképzelhető lenne, hogy 20 év múlva te már edzőként oktatod a gyerekeket? Egyáltalán mi a célod, hiszen még azért előtted van nagyon sok év. Igazából én addig szeretnék itt az uszodába ragadni, még csinálom ezt a sportot, nem szeretnék ezután edző lenni. Egyetemre szeretnék menni, és ha minden jól megy, akkor orvos szeretnék lenni. De hát ez a úszás igen nagy helyet fog hagyni a szívembe, ha lehet ezt így mondani. Jut egyáltalán valamire még időd az úszás mellett? Jó, most nyár van, egy picit mesélj a nyárról, hiszen azért tanévben elmondtad, hogy nem most nyáron. Mi az a bakancslista, amit ki tudsz pipálni? Igazából nyáron tök sok időm van, úgy unblock az emberekre és a családomra is. Úgyhogy nagyon szeretek velük lenni, főleg úgy, hogy évközben tényleg nagyon keveset vagyok velük. Úgyhogy igen, meg nyáron így utazgatunk, de hát nagyon jó, hogy kicsit tényleg együtt lehet a család, és úgymond a barátokra is van idő, mert nagyon csak suliba és az uszodába van időm rájuk. Úgy az ilyen helyeken kívül nagyon nem tudunk találkozni, mert nekem tanulnom kell, meg edzésre mennem. Azért Karcagon vagyunk. Van karcagi kötődésed a birkapörköltel, hogy állsz? Én nagyon szeretem, de megmondom az őszintén, nagyon finnyás vagyok, ezért csak a szaftot szoktam mártogatni. Amikor hazajöttél Lengyelországból, anyukád mivel várt, mi volt a meglepetés vacsora, hogy ezzel köszöntött téged a család? Mikor hazajöttem, egyből jöttünk ide Karcagra a mamáékhoz, és akkor itt ebédeltünk, meg gratulált mindenki a szép helyezésekhez. Büszke vagy magadra? Igen, úgy gondolom, hogy ilyen mezőnyben szerintem tök jó, hogy ennyi idősen ilyen úgymond sikereket lehet elérni. Nyilván lehet hova fejlődni, de hát van idő. Mit jelent neked a sport és az úszás? Hát lényegében szerintem egy életérzés, de hát aki ezt megtapasztalja, hogy milyen úgymond az egész életet feltenni, szerintem hát nem bánja meg. Hogyha az edződdel akkor nem találkozol, és nem viszel erre a másfajta sportra, hanem simán megmaradsz, mint itt mögöttünk is, látjuk, hogy úszó edzéseket tartanak. Abban is lennél sikeres, vagy ez kellett neked ahhoz, hogy egy új dolgot tanuljál meg? Kellett nekem ez a buvárúszás, mert úgymond mezítlábas úszóként szerintem nem tudtam volna elérni sikereket. Akkor jól jártál az edződdel, azért említsük meg őt is. Szabó László. Ifjabb Szabó László. Nagyon szeretem, szerintem a világ egyik legjobb edzője, ha nem a legjobb. Türelmes veled? Igen, türelmes. Éppen úgy bánik velem, ahogy kell. És anyukád mennyire türelmes, amikor mondjuk reggel kelteget elsőre felkelsz, vagy azért kigyörögni kell, vagy már azért tudod, hogy muszáj menni? Reggel magamtól kelek, és igazából úgy kelek, hogy ne legyen időn gondolkodni, mert mire észhez kapok, addigra a biciklin üljek, és ne legyen visszaút, hogy én most visszafordulok, és nem megyek edzésre. És hogyha elkerülsz Kecskemétről, és mondjuk felvesznek valamelyik orvosi egyetemre, ott elképzelhető, hogy leigazolsz valahova? Tehát mondjuk esetleg egy magyar válogatott, junior válogatottság? Hát ezt még igazából nem tudom, hogy addigra még lesz-e jövőm ebbe a sportban, de nagyon remélem, hogy igen. És majd csak akkor szeretném abba hagyni, ha egyszer abba hagyom, hogyha esetleg dolgozok. Hát jó, nyilván fogok dolgozni, de igen, hogyha majd a munka fontosabb lesz. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!